Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Elég volt a 48 óra az elfogáshoz. A rendőrök szerint megvan a pécsi gyilkosság elkövetője. Közlekedik a család, a közlekedésbiztonsági feladatokban legügyesebb család idén is egy új autót nyert. Világbajnok tengeralattjáró modell, pécsi aranyérmes a legjobbak között. Marsalkó 70, kiállítás a Nick galériában. Tűzesetnek indult, végül gyilkossági ügy lett abból az esetből, amiről szombaton értesítették a hatóságokat Pécsen. A lángok oltása során merült fel a gyanú, hogy a Zsolnai úton található házban emberölés történt. A rendőrök végül 48 óra alatt megtalálták a feltételezett tettest. Ez az a ház a pécsi Zsolnai úton, ahová tűzoltókat riasztottak augusztus 24-én. Azonban az oltás során kiderült, hogy súlyos bűncselekmény helyszíne az ingatlan. Tűzoltást végző kollégák a helyszínen holtan találták a tulajdonos 94 éves idős bácsit. A protokoll szerint ilyenkor a rendőri egységek érkeznek a helyszínre, akik az igazságügyi orvos szakértővel megállapították, hogy a halott férfin idegenkezűségre utaló nyomok, sérülések találhatóak. Többek között fejet ért, több sérülés, bordatörés, hátcsontörés és a nyakon erős folytogatás nyomait is megállapították. Különös kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosság, ezt mondta az esetről Harmati Béla. A bűncselekmény elkövetése után a tettes megpróbálta felgyújtani a házat, így akarta a nyomokat eltüntetni, ami csak részben vezetett eredményre. A nyomozás több verziójának az egyike az volt, hogy a környéken élő hajléktalan vagy félhajléktalan életmódot folytató embereknek az ellenőrzése, elszámoltatása és az a velük kapcsolatos adatgyűjtés megtörténjen. Összehangolt adatgyűjtés eredményeként a tegnapi nap délutánján terelődött a gyanú O. Vendel pécsi lakosra, aki egyébként többszörösen büntetett előéletű 34 éves férfi. Őt tegnapi nap délutánján elfogták kollégáim, és a lakcímén kutatást végeztek. A férfi csak aludni járt haza, napjait az utcán töltötte, ezért a félhajléktalan életmód kifejezést tudtuk meg a főkapitány helyettestől. A gyanúsított házában tartott szemle eredményes volt, ahol az elhunyt értéktárgyaira bukkantak. Ilyen tárgy volt egy televízió és egy fali ingaóra. A nyomozati cselekmények során ezen kívül az intézkedés alá vont férfi vérgyanús anyaggal szennyezett ruházatát, lábbeléjét is le sikerült foglalnunk. A 34 éves férfi által lakott ingatlanban megtartott szemle adatai alapján már megalapozottá vált a gyanú az emberölés bűncselekmény vonatkozásában. A férfit ezért előállítottuk, majd ezt követően gyanúsítottként kihallgattuk. Minősített emberölés büntet elkövetésével gyanúsítjuk. A férfi gyanúsítása ellen panasszal nem élt, viszont vallomást nem tett. Ezt követően őrizetbe vétele mellett előterjesztést tettünk a Baranyavár megyei főügyészség irányába a letartóztatására. Augusztus 26-án történt az őrizetbevétel, így a rendőrök 48 órán belül elfogták a feltételezett tettest. A rendőrségi vezetők kérdésre elmondták, hogy készpénzt nem vitt el a helyszínről az elkövető, pedig a házban bezacskózva több százezer forintot találtak a helyszíni szemle során. 13 évvel ezelőtt a szabálykövető közlekedési kultúra elsajátítása hívta életre a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedőt. A megmérettetés 6 állomásból álló idei döntője augusztus 24-én és 25-én volt Pécsen és Orfűn. Stábunkkal a pécsi napról készítettünk tudósítást. A kis család Komárom-Esztergom vármegyéből érkezett. A májusi döntő után sikerült most a végső megmérettetésre is bekerülniük. A családfő azt mondja, szerinte ez egy nagyon jó csapat és családépítő játék, amellett, hogy játszva tanul az ember. A közlekedés szabályai, kerékpározás,
technikái és szabályai, kresszabályai, szerintem ez nagyon fontos az ő korosztályukban. Hál' Istennek a fiam is, meg a lányaim is nagyon sokat kerékpároznak közúton is, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közlekedés szabályaival tisztában legyenek, és meglegyen az a rutin, hogy ha egy vészhelyzet van, vagy valami probléma, akkor gyorsan ki tudja kerülni. És ugyanez az autózásnál is. A verseny éppen lefutott számukra. Benyomásait osztja meg stábunkkal Kis Róbert. A pálya nagyon tetszett. Annak ellenére voltak hibáim, nagyon nehéz pálya volt egyébként, úgy érzem. Nagyon nagy segítség volt, hogy a fiam mellettem volt, és mondta, hogy amit jobb oldalt ugye kevésbé lát az autós, abban tudott segíteni, hogy még mehetek, vihetem az elejét, vagy nem. Hát lehetett volna kevesebb hibám is, de nagyon nehéz pálya volt, úgyhogy remélem, hogy végeredményében az időm jó lesz, és ugye itt a leginkább az idő számít, hogy milyen gyorsan teljesíti valaki a pályát, persze az is, hogy minél kevesebb hibával. A család ifjú-fiú tagja nagy felelősségérzettel rendelkezik, mint hallhatjuk. Kicsit fura már, hogy kellett nekem, hogy nekem kell segítenem, és hogyha én valamit elrontok, akkor az neki is rossz. De azért úgy nem olyan stresszes, mint amikor én versenyzek a biciklispályán. Az Országos Baleset Megelőzési Tanács idén 13. alkalommal rendezi meg a Közlekedik a Család elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedőt. Ez azt jelenti, hogy 12. alkalommal van lehetőség arra, hogy autót nyerjen a legszabályosabban közlekedő család. A vármegyei döntők már megtörténtek. A mostani versenyt a Baranya és Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság együtt rendezi az Országos Baleset Megelőzési Bizottság megbízásából. A megmérettetés 6 állomásból álló idei döntője augusztus 24-én és 25-én Pécsen és Orfűn zajlik, mondta Bertáné Wingert Erzsébet, a szervezet titkára. Lehetőség van a 20 családnak összemérni mind elméleti, mind gyakorlati tudását. Először egy autós és kerékpáros ügyességi pályát kell leküzdeniük, majd egy nagyon-nagyon nehéz tesztlapot megírni, és utána játékos feladatok következnek Orfűn, illetve a Match Extreme Parkban. A játék azonban nem csak a döntőbe bekerült családoknak, hanem a területi fordulón résztvevő legeredményesebb oktatási intézményeknek is kedvezett. Azok az iskolák, amelyekből a legtöbb diák és családja vett részt a vetélkedő sorozaton, a helyezéstől függően 500 ezer, 300 ezer vagy 100 ezer forint értékű tan- és sportszer jutalomban részesültek. Bővebb információ a polisz.hu-n olvasható. Rövid híreink következnek. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda célkörözési nyomozói bárban fogtak el egy elfogató parancs alapján körözött házaspárt. A férfit és a nőt a pécsi ítélőtábla 2023. novemberében ítélte jogerősen 7 év és 2 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt, melyet bűnszervezet tagjaiként követtek el. A rendőrök a körözötteket a mohácsi rendőrkapitányságra állították elő, majd onnan a büntetés végrehajtási intézetbe szállították. Minden eddiginél korábban indulhat a szürete hazai almaültetvényeken. Magyarország legnagyobb termesztő körzetének számító Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében néhány feldolgozó üzem már megkezdte a léhalma felvásárlását, írt a keddi közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. A szakmai szervezetek becslése szerint az idén az átlagosnál gyengébb termés várható. A belföldi étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja fedezni a leszüretelt mennyiség. Idén hozzávetőlegesen 150 ezer tonnával kevesebb almát takaríthatnak be a hazai ültetvényeken, mint tavaly. Az étkezési minőségű alma mennyisége a várakozások szerint 90-100 ezer tonna körül alakul majd, míg 220-240 ezer tonna lesz az ipari alma. Jól lehet 110 ezer tonnára tehető a hazai étkezési almapiac és 400 ezer tonna a feldolgozóipari kapacitás. Megnyerte az élethű hajómodellek világbajnokságát saját építésű delta kutató tenger alatt járó modelljével a pécsi Schmuck Roland idén. Az egyetemi oktatóként és politikusként ismert világbajnok most bemutatta stábunknak alkotását a Balokány-tó vizében.
Világbajnoki aranyérmét mutatja Pécs és Muck Roland, amit még júliusban nyerte a Békés vármegyei Sarkadon. A nyári szabadsága után most augusztusban találkoztunk vele a Balokánytónál, ahol bemutathatta a tenger alatt járó modelljét, amivel világbajnoki címet szerzett. Ez a Nemzetközi Naviga szervezetnek a versenysorozata. Már évtizedek óta létezik ez a versenysorozat, és két évente rendeznek világbajnokságot. Amúgy a világbajnokságon kívül létezik Európa bajnokság, és léteznek nemzeti bajnokságok is ebben a versenysorozatban. Ezt úgy hívják, hogy Naviga NS kategória, életű hajómodelleknek a bajnoksága, aminek az a jellegzetessége, hogy olyan hajók, illetve tengeralattjárók versenyeznek, amik valamilyen valódi hajónak vagy tengeralattjárónak az életű kicsinyített modelljei. Tehát, hogy amit én építettem, az is egy valódinak a modellje, valódi kutató tengeralattjárónak a modellja. Egy a 8-hoz méretarányban készítette el a Delta névre keresztelt járművet. A tengeralattjáró modellt elektromos motor hajtja, irányítható és képes a merülésre is. Ezeket a versenyen bizonyította. A verseny az úgy néz ki, hogy két részből áll. Az egyik rész az az úgynevezett műszaki bírálat, amikor egy bírói csoport megvizsgálja a hajót vagy tengeralattjárót, annak az építését, mennyire felel meg a tervrajzoknak, az eredeti hajónak, amit fényképekkel kell igazolnia. A második része pedig egy futáspróba, ahol a szabvány Naviga pályán kell teljesíteni a modellnek. Ez a pálya, ez több dologból épül föl, alapvetően bóják vannak és egy kikötő, a bóják között megfelelően kell teljesíteni a pályát, van benne egyébként tolatási manőver és kikötési manőver, a tengeralattjáróknál pedig van merülési manőver is benne. Ezeken teljesített kiválóan ez a sárga, közel 5 kg-os modell. A merülést egy pumparendszer biztosítja, amely vizet szivattyúz be a ballaszttartályba a merüléshez. A víz kiszivattyúzásával pedig újra a felszínre emelkedik a hajótest, ahogy a felvételen is láthatjuk. Smuck Roland az Egyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója, illetve önkormányzati képviselő jelenleg. Ezek mellett foglalkozik hobbiként a modellezéssel. 14 éve foglalkozom ezzel, tehát 14 év alatt azért elsajátítottam először az elektronikát, utána a hajók sajátosságait, és utána a tengeralattjárók sajátosságait. Nyilván ehhez egyébként nem csak ragasztani, festeni kell tudni, hanem használok 3D nyomtatást is. A tengeralattjáromon vannak saját tervezésű alkatrészek, amit én terveztem, én nyomtattam, megfelelő anyagokat kell használni, utána megfelelően kell ezeket az anyagokat lekezelni, és az elektronikánál pedig össze kell forrasztani komponenseket. Nyilván ezek az elektronikai komponensek, amiket összeforrasztok, ezek megvehetők boltban, tehát hogy a motorok, a motoroknak a szabályzója, a rádió, ezek kapható komponensek, megfelelően kell összerakni és összeforrasztani őket. Most egy gőzhajó modellt szeretne építeni, árult el Roland. Ezt egy kicsit, de igazi gőzgép hajtaná, ami majd igen látványos lesz, ha elkészül, körülbelül egy év múlva. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Június közepétől folyamatosan küldi a Nemzeti Adó és Vámhivatal a gazdálkodóknak az értesítést az adószámla egyenlegről. Értesítést kap az, akinek legalább egy adónemen 5000 forintnál több tartozása van, vagy 1000 forintnál több túlfizetése, hívta fel a figyelmet az adóhatóság keddi közleményében. Az értesítők megoszlanak, több mint 800 ezeren tartoznak, és mintegy 770 ezer magánszemélynek van túlfizetése. Érdemes tudatosan intézni az adóügyeket, mielőbb rendezni a tartozást, illetve intézkedni akkor is, ha az adószámlán túlfizetés van. A tartozás ugyanis folyamatosan nő, a rendezetlen összeghez késedelmi pótlék is járul, a túlfizetést pedig az elévülés után már nem lehet visszaigényelni. A Gemen ZRT a vagyonkezelésében lévő erdőterületeken augusztus 28-ától szeptember 27-ig délután 16 óra és másnap reggel 9 óra között részleges erdőlátogatási tilalmat rendel el. A részleges erdőlátogatási tilalom a Gemen ZRT vagyonkezelésében lévő erdőterületekre és az erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületekre vonatkozik. A korlátozás kiterjed a vadföldekre, erdei tisztásokra, cserjésekre, terméketlen területekre, erdei utakra és nyiladékokra, egyéb erdészeti létesítményekre, valamint az erdőben található vízállásokra és vízfolyásokra.
A Filharmónia Magyarország idén is zenét szüretel, így Pécsett, ott is klasszikus zene szól majd szeptember elején, ahol senki nem számítana rá. Az idei Zeneszüret Fesztivál fókuszában az opera áll. Színes programokkal, váratlan helyeken felcsendülő népszerű opera részletek, filmvetítés, opera vacsora, opera fürdő a Harkányi strandon, gyerekprogramok, opera előadás, szimfonikus koncert, orgonazene, világsztárok, családi programok és zenés meglepetések töltik meg Pécsett és környékét jövő héten. A fesztivál szeptember 2-től 8-áig színvonalas programokkal szórakoztatja a klasszikus zenekedvelőit. Marsalkó 70 címmel megnyílt Marsalkó Péter fotográfus kiállítása a Nick Galériában. A pécsi művész családi emlékeit idézi meg régi fotók által. A kiállítás megnyitót követően a barátok, ismerősök, akiket valaha is lefotózott, együtt mentek ki ünnepelni a Széchenyi térre. Erős lelki hozzáállással történt a régi, megbarnult, olykor már homályosan látható családi fotók, képek válogatása, hogy óriás méretekben újra láthatóvá váljanak, most már mindenki számára. Marsalkó Péter fotográfus 70. születésnapjára állította össze a tárlatot, mely egy nagyon szép emlékezés, végtelen tisztelet családja, felmenő iránt. Most úgy érzi, itt vannak vele, együtt ünnepelnek. Egy filmet látott nemrég, ami a kiállítás témáját adta. Egy film, ahol egy szerelmes pár közül a hölgyet megölték, a férfit a film végén megszúrták, és a tengerparton a homokban feküdt, és egyszer csak fölötte megjelent lebegve a szerelme. És azt mondta, hogy itt vagyok veled. És akkor rájöttem valamire, hogy mi lenne, hogyha abban az emberi közegben, amit családnak nevezünk, a gyerekkortól, akik már nem élnek, tehát a nagyapám, szüleim nem élnek, senki nem él, egyedül a nővérem, ő is 80 éves, hogy mi lenne, hogyha a 70 éves születésnapomon őket meghívnám, és itt velük együtt ünnepelnem ezt a dolgot. Ugyanúgy, mint a filmben, hogy azt mondják, hogy itt vagyok. Másnap, mint mondja, berontott a stúdióba, és az anyai hagyatékok szekrényben megtalálta a régi családi fényképeket. Ezt a szekrényt eddig soha nem nyitotta ki. Kinyitottam, és benn voltak ilyen 2x3 centis ilyen kis képek, megpöndörödve, megsárgulva, megtöredezve. Akkor láttam őket először. Itt 70 évesen előtt, ugye, akkor láttam őket először. Én rég nem sírtam annyit, mint amit akkor. És kiválasztottam 20 képet, abból 16 van itt kiállítva. És azt szerettem volna, hogyha itt lennének velem. Tehát megmutatni azt nekik, hogy mennyi bánatot okoztak, hogy nem hittek bennem. Mennyi olyan dolgot csináltak nekem, amit itt gyerekkorba és felnőtt korba visszajöttek. Hogy mennyire kevesen hittek bennem. A Marsalkó 70 elnevezésű kiállítást F. Kovács Attila Kossuth és Balázs Béla díjas építész, belső építész, látványtervező, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja nyitotta meg. Régi barátság köti össze a két embert. Ezt egyfajta ilyen szellemidézésnek tartom, egy ilyen identitás keresésnek, egy múlt keresésnek, talán családi fotók átalakításával, ami hát ugye nagyon messzire vezet, ő igazán kommentálta is nekem ezeket a fotókat egyenként, mert én kértem tőle ezt, hogy hát mondom, Péter, írok egy megnyitó szöveget, és hát tudnom kell azért, hogy kik vannak a fotón, légy szíves, egy leírást adjál nekem. És akkor ő ennél többet adott valójában, mert nem csak annyit írt le, hogy a nagyapám, a nagyanyám, akárki, hanem hogy milyen volt az ő viszonya ezekhez a rokonaihoz, illetve a rokonainak milyen volt a viszonyuk felé. A kiállítás megnyitót követően a barátok, ismerősök, akiket valaha is lefotózott, együtt mentek ki ünnepelni a Széchenyi térre. A Marsalkó 70-ről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. A régió híreivel folytatjuk.
A Szekszárdi Művészetek Háza fennállásának 40 éves jubileumi ünnepséget tartották augusztus 25-én vasárnap az intézményben. Az eseményen köszöntőt mondtak a Művészetek Háza korábbi vezető is. Az akkor és most kiállítás keretében pedig V. Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor festőművészek tárlata nyílt meg, csak úgy, mint 40 éve. Az intézmény a 4 évtized alatt számos kiállításnak, kulturális eseménynek adott otthont. A kerekévfordulót augusztus 25-én vasárnap zenekari előadásokkal, kiállítás megnyitóval ünnepelték. Azt gondolom, hogy aki részt vett rajta, mindenki jól érezte magát, és egy picit végigélte ezt az elmúlt 40 évet, és most ahogy így beszélgettem a nézők, hallgatókkal, többen elmondták, hogy volt olyan közöttük, akik részt vettek a 40 évvel ezelőtti kiállítás megnyitón is, úgyhogy azt hiszem, hogy jól sikerült, köszönöm. Berlinger Attila most már Szekszárd város polgármestereként mondott köszöntőt az ünnepségem, korábban azonban a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatójaként évekig vezette az intézményt. Az elmúlt 40 év egy tökéletes példája annak, hogy milyen jó célra lehet fordítani egy régi szakrális épületet, és felsorolni is lehetetlen lenne hány száz kiállítás, művészeti esemény, koncert, sok száz esküvő, többek között ugye erről is ismerős volt a Művészetek Háza a városlakó körében. Szóval én azt gondolom, ez egy igazi sikertörténet. A program keretében nyílt meg V. Bazsonyi Arany, valamint Vecsési Sándor festőművészek közös tárlata, akiknek munkái 40 évvel ezelőtt elsőként kerültek fel az intézmény falaira. Több műfaj szerepel, portrék, az életképek, nagyon szabadon és merészen értelmezett tájképeken kívül a szakralitásba hajló figuratív kompozíciók, sőt kifejezetten szakrális portrék, Krisztus fejábrázolás és a vallás egyéni megélései is szerepelnek az alkotások között. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Méri Éva, a Művészetek Háza első igazgatója is. Akkoriban nagyon sok rendezvény volt, rendkívül sok. Egyszer a Kocsis Antal mondta is nekem, hogy ő ilyen sok rendezvényt nem is csinált volna. Hát így volt tulajdonképpen, de hát az egy nagyon jó időszak volt. A jubileumi ünnepélye jelágyban kezdetét vette az Akkor és Most című programsorozat, amely a Művészetek Háza elmúlt 4 évtizedes működését foglalja össze, és kiállításokkal, koncertekkel, hangversenyekkel, könyvbemutatókkal várja egy teljes éven át a kultúra iránt érdeklődőket. Minden évben nagy tisztelettel fogadják a lovas zarándokokat Tolnán, akik a Mohácsi csata emlékére járják be az egykori sereg felvonulásának útvonalát. A Rádi József Huszár Bandérium augusztus 25-én délután érkezett a Hősök terére. A csata 400. évfordulóján emléktáblákat helyeztek ki a harcosok egykori útvonalán, mondta Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálat vezetője. És ezek az emléktáblák a mai napig is megtaláltuk, tehát ezek közel 100 éves emléktáblák, és ezek az emléktábláknak az a különlegesség, hogy nem csak azt mondják el, hogy emlékezzünk az itt elvonuló seregre, vagy akár a királyra, hanem egy nagyon rövid részletes leírást is tartalmaznak arról, hogy éppen akkor itt a sereggel mi történt ezen az adott helyszínen. És akkor merült fel az ötlet bennünk, hogy itt ezen a nyomvonalon, ezen az útvonalon, ami közel 200 km, egy történelmi zarándokutat hozunk létre. Első évben még csak kerékpárosok mentek végig, és akkor 17-től pedig úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk történelmi hagyományőrzőket is bevonni. És az az év, amikor elkezdődött az, hogy korabeli viseletben hagyományőrzők lóháton teszik meg ezt a nem túl könnyű utat. Az érkezők a Tolna vármegyei Rádi József Huszár Bandérium kétféle történelmi kort elevenít fel. Az egyik az a 1848-as, tehát a 19. századi huszár hagyományok, a másik az pedig a 16. századi középkori végvári vitéz huszár hagyományok. Itt ezt az utóbbit láthatjuk. Egyébként maga az útvonal az Ercsiből indul. Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd,
Bárta, Dunaszekcső és Mohács érintésével érkeznek meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. Tolnán a nehéz út után a vándorló szépkorúak baráti köre vendégelte meg a zarándokokat Lecsóval. Másnap pedig folytatják is majd útjukat. Hát a mai napon már csak a szállás elfoglalása lesz, hiszen belovagolnak Palánkra, és ott töltik az éjszakát. Holnap pedig 11 órakor Szekszárdon a vármegyeháza előtt fognak felvonulni, és ott az emléktáblánál szintén egy megemlékezést tartunk. Hagyományokhoz híven a meghitt koszorúzási ceremónia sem maradt el az esemény során. Vízben, homokon és füvön is futottak a Balaton-Lellei strandi futóverseny résztvevői. A hetedik beachen több távon is indulhattak a futók, a szervezők a gyerekekre is gondoltak egy minitávval. A rendezvény évek óta több mint 1000 embert vonz a tóparti strandra. A legkisebbek 500 méteres távjával indult az idei strandfutás a Balaton-Lellei strandon. Az idén is népes mezőny állt rajthoz a különleges pályán. Ez Magyarországon egyedülálló, hogy így a vízben és a homokban együtt van a táv, és nincs benne semmi aszfalt, semmi kemény burkolat. Szerencsére nagyon sok a visszajáró vendég, olyan is van, többeket találkoztunk már tegnap, hogy mutatták, hogy a korábbi évek érmeivel a nyakukba jöttek ide be a strandra, amikor készülöttünk a versenyre, úgyhogy szerencsére sokan visszajárnak. A felnőttek mezőnyében már a legrövidebb 1500 méteres táv is nagy versenyt hozott. Gyorsítani, gyorsítani, mert egyelőre úgy néz ki, hogy együttesen haladva! És akkor itt a vége, fussövője, gratulálunk, megvan itt a győzteseknek a célba érkezés, nagyon nagy küzdéssel a srácoknál! Sokan sportolóként vágtak neki a távnak, de a vízben futás mindenki számára kihívás volt. Az ellenfél miatt nehéz volt. De ugye a víz, amikor térdiget, akkor az nagyon kemény volt. Szerintem ott fáradsz ki mindenki a legjobb. A résztvevők szerint, bár alapvetően ez egy bulifutás és nem az eredmény számít, teljesíteni jóval nagyobb kihívás, mint egy szárazföldi futóversenyt. Nehezebb. Azt mondom, hogy én egy éve futok szárazföldön, igaz, hogy rövidebb távokat, tehát olyan 10 kilométer, de megterhelőbb. Ugye a víznek az ellenállása, meg a nyomás azért sokkal nehezebb. A futók még 3 és 5,2 kilométeren is próbára tehették magukat. A pálya nehézsége mellett a rajtozállóknak még a hőséggel is meg kellett küzdeniük. A szervezők ugyanakkor jeges és vitaminos vízzel, friss gyümölcsökkel várták a célba érkezőket. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Elég volt a 48 óra az elfogáshoz. A rendőrök szerint megvan a pécsi gyilkosság elkövetője. Közlekedik a család. A közlekedésbiztonsági feladatokban legügyesebb család idén is egy új autót nyert. Világbajnok tengeralattjáró modell. Pécsi aranyérmes a legjobbak között. Marsalkó 70. Kiállítás a NIG galériában. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep. Az ország nagy részén nem várható csapadék, legfeljebb a Dunántúlról lehet egy-egy futó zápor. Télelőtt 22-29, délután 30-36 fok várható, az északkeleti szél főként a Dunától keletre lehet élénk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!